Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden, tanévzáró a Bacsányiban, veteránmotorosok találkozója a Diszelben és múzeumok éjszakája a Városi Könyvtár és Múzeum szervezésében. Először rövid hírek. A Veszprém megyei kormányhivatal elismerő oklevélben részesítette Bisi Olga balatonfüredi járási vezető védőnőt. Bisi Olga korábban az akkori ANTS Sümegi és Tapolcai intézetének védőnőjeként dolgozott, majd a Tapolcai családvédelmi szolgálat védőnője lett. Végérvényesen nem szakadt el a vezetői feladatoktól, 2012-ben ismét Sümegi és Tapolcai intézmények vezetője lett, szorgalma, empatikus munkavégzése pedig ismertté tette a védőnök között is. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézmény csapata Horváth Csaba, Mátyás Donát, Sabján Réka 7. B-osztályos tanulók ebben a tanévben sikeresen szerepeltek magyar nyelvi és irodalmi levelező csapatversenyeken. Felkészítő tanárok Horváthné Dér Erzsébet. Karácsonyra várva irodalmi verseny országos első helyezés. Nyelvmester háromfordulós magyar nyelvi verseny országos első helyezés. Szivárványhíd, háromfordulós irodalmi verseny, országos második helyezés. Mifánterem, magyar nyelvi verseny, országos első helyezés. Ismét dalos siker született a hétvégén. A Csobánc Népdalkör részt vett a 7. országos nyugdíjas Ki mit tud országos döntőjén Hajdúszoboszlón, ahol népes mezőnyben a zsűri értékelése alapján 3 arany minősítést szereztek. 2 szólóének kategóriában Hazafi József és Kocsida, egyet pedig népdalkör kategóriában. Az együttes köszönetét fejezi ki azon támogatóknak, akik figyelemmel kísérik a népdalkör munkáját, és lehetőségükhöz mérten támogatják, azt mondta el Kocsida, az együttes vezetője. Szombaton elballagott a végzős osztály, lezárták a tanévet és átadták a felújított tornatermet a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Bacsányi János magyar-angol kéttanítási nyelvű tagintézményben. A tanév jelentős eseményén az iskola vezetőségén túl jelen volt még Rigl Lajos térségi országgyűlési képviselő, Dobó Zoltán tapolcai polgármester, Lévai József alpolgármester, valamint Puskás Ákos, a Tapolca Városi Sportegyesület alelnöke. A diákok kivonulását követően a 7. osztályos tanulók elballagtatták a végzősöket, átadták a virágot és a tarisznyát. Az iskola zászló megérkeztét követően a 7. osztályosok búcsúztatták rövid műsorral a végzősöket, majd a 8-osok köszöntek el az Alma Mátertől. Bajner Imre intézményvezető beszédében kitért arra, hogy a végzős diákok részei voltak az iskola életének, ahogyan az is része volt az ő életüknek. Különleges ez a nap, mert veletek kapcsolatban sok vidám és megható pillanat is előbukkan. Mindannyian emlékszünk kicsattanó jókedvetekre, a kulturális bemutatókon, számomra különösen az idei volt emlékezetes, farsangokon, diáknapokon előadott produkcióitokra, a csodálatos tanulmányi és sporteredményekre, nyitó táncotokra. Az elmúlt években volt szerencsém részt venni azokon a balatonkerülő kerékpártúrákon, a 4 napos felvidéki kiránduláson, ahol megmutathattátok, hogy mennyi jókedv, segítő szándék, emberség, kitartás szorult belétek. A 27 ballagó emléklapot vehetett át, majd kiosztották a Bacsányi díjakat, melyet a Bacsányi János Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma 8 éves tanulmányi munka és versenyek eredményei alapján ítél oda. A folyamatos sikerességért jutalmazták Albrecht Pruzsinát, Csoma Angelikát, matematika, természettudomány, Gerics Annát és Kamondi Rebekát. A kuratórium egyedi döntéseként a szintén búcsúzó Legeza Magdolna, az iskola nevelő testületének tagja is Bacsányi díj kitüntetésben részesült, akinek az elmúlt 4 évtizednyi munkáját, többek között a kulturális és zenei rendezvények szervezését és koordinálását a kuratórium, a nevelő testület és a szülői munkaközösség a díj odaadományozásával köszönte meg. A tanévzára ünnepélyen dr. Komjátiné Nyakó Györgyi tagintézmény vezető értékelt az elmúlt 10 hónapot és kitért az iskola életében történő változásokra is. A szeptemberben kezdődő új tanévet már a Klebelsberg központ szervezeti egységeként a januárban létrejött Balatonfüredi tankerületi központhoz tartozva kezdik meg,
Ezzel együtt köszönetét fejezte ki Tapolca város önkormányzatának az eddigi együttműködésért. Tartalmas, vidám vakációt kívánt a gyerekeknek a szeptemberi viszontlátásig, majd tapsvihar és ováció közepette lezárta a 2016-17-es tanévet. A tömeg átvonult a felújított tornaterembe, ahol Dobó Zoltán polgármester beszédét követően az ünnepélyes szalag átvágással átadták a TVS-en női kézilabda szakosztályához kapcsolódó TAO pályázat, az önkormányzat, valamint a szülői munkaközösség anyagi támogatása révén megújult tornatermet. Az Artemis panzió és környéke adott otthont az idei veterán motoros találkozónak a hétvégén. Az idén a vártnál is többen, mint egy 200 motoros jött el Diszelbe a Rozsdamarok Egyesület meghívására. Mostanában van a veterán motorozás fő szezonja szerte az országban, mondta el Mohos Csaba szervező, aki örömének adott hangot, hogy a gazda kínálat ellenére továbbra is népszerű a több mint másfél évtizede elindult rendezvényük. Szombaton a megszokott programok mellett újítások is várták a régi motorok szerelmeseit. 17. veterán motoros találkozót szerveztük, és a jó idő kihozta a motoros társakat, hogy kb. 200-an vettünk részt a találkozón. Előző években 120-150 szokott lenni, de amit az előbb mondtam, hogy az időjárás azért nagyon-nagyon sokat és nagyon sok helyről jöttek motoros társak. Szinte minden héten valami motoros találkozó szervezés van az országban, a klubtársak rengeteg helyen voltak, hogy most van a szezon, a fő szezon motoros szempontból. Szeretnek idejönni, igazából előző években is beszéltünk róla, hogy már szinte családi találkozó van, mert mindenki ismer mindenkit, egymást megcsodáljuk, hogy az utóbbi években milyen járművet szerzett be, a családi dolgok, a gyerek, a mindenféle szépen átbeszélünk ezen a hétvégén. Az idén változtattunk annyiban, hogy csillagtúrát szerveztünk. A lényeg az, hogy volt 3, illetve 4 olyan település, amit meg kellett találni. Név szerint Sáskán ott voltak a rádióamatőrök, és meg kellett találni a motorosoknak, Sáska rádióamatőrök, és akkor ott rádió kapcsolatot kellett létesíteni egy ellenállomással, illetve Kőveskálon voltak, oda kellett elmenni, ahol a mosóházban föl kellett írni, mindenki kapott egy feladatlapot, föl kellett írni a Nagy Káli medence kutató nevét. És a végpont volt Balatoneder is, ahol ebédeltünk, ott az íjászok vártak bennünket, kellett íjjal lőni, és ezen feladatokat végrehajtották, ezeket pontoztuk, és ezért az első 3 helyezett díjat, oklevelet fog kapni. Zárásul, van jövője a diszeli veterán motoros találkozónak? Van jövője, mert magának a veterán motoros, vagy veterán autós, mert pár autós is volt, jövőjének kell lenni, mert a célunk, az egyesett célunk az, hogy ezeket az értékeket, amit apáink, nagyapáink ránk hagytak, mentsük meg, és be tudjuk mutatni a nagyközönségnek, illetve ami még nagy cél az egyesületnek, hogy a fiatalokat, minél több fiatalt vonjunk be, szakmailag segítsük őket, mindenféle szempontból szeressék meg a motorozást, illetve tartsák karban, működőképes állapotban azokat a motorokat, amivel szeretnének közlekedni. Szinte hihetetlen, de ez a motorkerékpár és ez az úr, ez 6500 kilométert ment le egy évvel ezelőtt Skóciába. Meg lehet ezt tenni? Meg lehet tenni, én úgy gondolom, hogy fel kell ülni a motorra és el kell indulni. Ennyi azért önmagában nem. Hát nem volt előtte felkészülés, azért meg kellett tervezni az útvonalat, a szálláshelyeket. Tulajdonképpen kiszámoltuk előre, hogy mekkora lesz a költsége ennek az útnak. Tulajdonképpen mire végére értünk, szinte minden passzolt, hogy anyagilag, hogy mit használtunk el, bár vittünk felesleges cuccokat, amit nem kellett volna, volt olyan, amiből nem vittünk, tehát ezt talán azt mondhatni, hogy az első nagyobb útnál tudja meg és tapasztalja meg az ember, hogy igazán mire van szükség, a következőnél már szerintem nem lesz ilyen gond. Tulajdonképpen gyerekkorom óta bennem van ez, mondhatom azt, hogy egy gyerekkori álom vált valóra. Az indítatás az pedig talán annyi, hogy engem nagyapám tanított meg motorozni. Nagyon korán, 5-6 éves korom óta motorozom, bár jogosítványom akkor még nem volt, de faluhelyen elment. És
Ő egyszer megkérdezte tőlem, hogy ha nagy leszek és jogosultságom lesz a motorvezetésre, mi lesz a legmesszebbi pont, ahova el szeretnék jutni? Hát konkrét választ akkor még igazán nem tudtam adni, ez menet közben forrta ki magát. De annyit azért mondtam neki, hogy nagyon messzire. Tehát ez egy gyerekkori álom volt, azt így lehet van. Mondani? Így van. Ami teljesült. Ami teljesült. Az egésznapos versengés után a legjobbak díjaikat a kiinduló ponton Diszelben vehették át. A népi és katonai hagyományőrzés világába, továbbá a hazai vasúti közlekedés múltjának egy kisebb szeletébe is engedett betekintést szombaton este a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat, amelyet Tapolcán a Vas Albert Könyvtár és Múzeum munkatársai szerveztek meg. A rendezvény témája az idén az értékőrzés volt. Az elmúlt napokban tárt kapukkal várták a látogatókat a múzeumok országszerte. Tapolcán két helyszíne is volt az eseményeknek, az alkalomra ugyanis kinyitották a vasútállomáson elhelyezett, de a múzeum gondozásában álló Nohab mozdonytorzó ajtaját, így annak belső részét bárki megtekinthette. És persze a látvánnyal együtt megtapasztalhatták a látogatók egy kicsit azt is, ami a korabeli vasúti közlekedési eszköz vezetői számára hajdan a dolgos mindennapokat és a közlekedés utazás örömét egyaránt jelentette. Dr. Décsai Sándor, a Vas Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója még 2016-os múzeumok éjszakáján tett ígéretet arra, hogy felújítják a múzeum Nohabját, amelyre úgy tűnik, az idei nyáron sor kerülhet. A múzeumok éjszakájának központi programjai idén a katonai és a népi hagyományőrzés világába, azoknak az utókor számára történő megőrzésének technikáiba vezették be a múzeum látogatókat. Szabó Csaba, a Tördemic Néptánc Együttes vezetője, saját néprajzi gyűjtőmunkájába engedett betekintést egy előadás erejéig, de általa a táncházas foglalkozás sem maradt ki a programból. Az idei évben a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozatnak központilag azt a témát adták, hogy értékőrzés, úgyhogy tulajdonképpen elég könnyű dolgunk volt egyfelől, hiszen egy múzeum mi más csinálna, mint értékeket őriz, és szerencsére nagyon sok úgymond külsős partnerünk van, akik szintén az értékek őrzésével foglalkoznak valamilyen területén az életnek. Ugyanakkor viszont nehéz dolgunk is volt a program összeállításánál, hiszen valamilyen szinten muszáj volt szűrni, muszáj volt megválogatni, hogy mégis mik legyenek azok a dolgok, amik bekerülnek a mai programba. A katonai hagyományőrzéssel kapcsolatban lehet majd meghallgatni két előadást. Egyrészt Cseh Balázs, intézményünk múzeumpedagógusa, a Gyulafi Bandérium képviseletében fog beszélni arról, hogy hogyan alakult ez a csapat, hogyan jöttek létre, milyen célok motiválták őket, a Csobáncivár megmentése, illetve a törökkori, a végvári idők hagyományainak az őrzése, és hogy milyen formában, milyen rendezvények, milyen programok keretében teszik ezt, illetve hogy mondjuk azok a fegyverek, amiket használnak, fegyvermásolatok, vagy azok az egyenruha másolatok, amik rajtuk vannak, azok milyen analógiákon alapulnak, milyen eredeti darabok, milyen korabeli ábrázolások alapján készültek el ezek. Utána Horváth Gábor, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke fog előadást tartani ugyanebben a témában, viszont egy másik korszakban, a 19.-20. század időszakából tekinti át ugyanezt a témakört a saját egyesületének a működését tekintve. Az éjszaka folyamán mi várható még? A hagyományőrző előadások után hagyományőrző bemutatóra kerül sor, a Gyulafi Bandérium tagjai viseleti és fegyverbemutatót fognak tartani, aminek keretében az érdeklődők minden ruhadarabot megismerhetnek, amit a hagyományőrzők viselnek, illetve a fegyvereket, szabját, fokost, puskát, pisztolyt, pajzsot és egyéb eszközöket, amiket a hagyományőrzők használnak a bemutatók során. Aztán a későbbiekben lesz még Fáklyás Váron bejárás, ez egy népszerű pontja ennek az estének, erre tavaly is nagyon sokan voltak kíváncsiak, majd pedig Hangodi László kollégánk fog előadást tartani, amiben azt vizsgálja meg, hogy milyen szerepe van a történet kutatásban, illetve az értékeknek, a hagyományoknak az őrzésében, az orál historinak, a visszaemlékezéseknek a magnószalagra, diktaforra, vagy bármilyen más hangrögzítő eszközre rögzített szemtanúk elmeséléseinek. Legyen szó, ugye mondhatjuk László esetében, hogy akár az első világháborúról, vagy második világháborús veteránokról, vagy akár 56-ról, vagy bármilyen más hozzánk azért közel álló, de már történelminek nevezhető korszakról.
Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, Önök a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!